Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Harmatozzatok egek onnan felülről, ti felhők hullassátok közénk az igazat, nyíljék meg a föld és teremje az üdvözítőt. Szent misét advent negyedik vasárnapjáról imádkozzuk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az őként szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten, mindörökkön, örökké. Amen. Amen. Olvasmány Sámuel második könyvéből. Amikor Dávid király már a házában lakott, és az Úr nyugalmat adott neki, körös körül minden ellenségétől, a király így szólt Nátán prófétához. Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája meg sátorban lakik. Erre Nátán ezt mondta a királynak. Tedd meg mindazt, amit szándékozol, mert az Úr veled van. Még azon az éjszakán történt, hogy az Úr szódatot intézett Nátánhoz. Menj és mondd meg szolgának Dávidnak. Ezt mondja az Úr.
Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyül? Elhoztalak a legelőről, a juhok mellől, hogy népem, Izrael fejedelme légy. Veled voltam minden vállalkozásodban, és minden ellenségedet megsemmisítettem előtted. Nagy nevet szereztem neked, olyat, mint a föld nagyjaié. Népemnek, Izraelnek is meghatároztam egy helyet, és oda telepítettem. Ezen a helyen lakik majd, és nem fogják többé háborgatni. A gonoszok sem szorongatják, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy virágokat rendeltem népem Izrael fölé. Megszabadítalak minden ellenségettől. Azt is közli veled az Úr, hogy fölépíti uralkodóházadat. Ha aztán napjaid betelnek, és megtérsz atyáidhoz, fölemelem magvaidból származó utódodat, és megszilárdítom királyságát. Az ő atya leszek, ő meg a fiam lesz. Házat és királyságot örökre fennmarad színem előtt, és trónot mindörökké szilárd marad. Ez az Isten igéje. Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Istennek hatalmában áll megerősíteni benneteket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak kinyilvánításában, amelyre ősidők óta csend borult, de amelyet most az örök Isten parancsára a proféták írásai kinyilatkoztattak, és minden nemzet előtt ismertté tettek, hogy így a hitben befogadására eljussatok. Neki, az egyedül bölcs Istennek, legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van.
áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta. Ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél. Mert íme gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, és Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja, atyának Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt, hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek. Az angyal ezt válaszolta neki, a Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik, Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogan törekségében, sőt már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavait szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Kedves katolikus hívek, az első világháborúnak még az elején történt a keleti hadszíntéren egy nagy és sok halottat követelő ütközet után a tábori lelkész belépett a kórterembe, és ott egy 25 éves fiatalember éppen akkor ébredezett az álmából, az altatókbólnak a hatása alól. Még az illető nem tudta, de egy gránátszilánk megfosztotta a szeme világától. A lelkész föléje hajolt és odasúgta, én katolikus pap vagyok. A férfi, mintha egy idegen világból tért volna vissza, így felelt, tessék jönni, atya, mert gyónni szeretnék. A Szent Jónás után pedig megkérdezte, olyan régen fekszem már itt és nem látok, még mindig éjszaka van? S erre a tábori lelkész szépen lassan beadagolta neki, milyen csapás érte őt. S erre ez a fiatal férfi hangosan mindenkinek a füle hallatára így szólt, megvakultam, mert nem hittem Istenben. Gyakran káromoltam és gyaláztam az Istent. És ez a vallomás megrendítő volt. Amikor elbocsájtották, a kórházból kijelentette, vakságom hozzásegített a helyes látáshoz. A boldogságos Szűz Mária az angyal szavára, amikor kijelenti neki, hogy gyermeket fog fogadni a Szentlélektől, akkor nem tiltakozik. Bár ott van benne a bizonytalanság, hogyan történhet meg velem ez, amikor én férfit nem ismerek. És ez a bizonytalanság, ez egy emberi dolog. Nem bűnös. Bűnössé akkor válik, hogyha magával hozza az elutasítást, mert az már egy döntés. A bizonytalanság önmagában véve soha nem bűn. A döntés azonban, ha Isten akaratával ellenkezik, bűnössé válik. Mária azonban hallgat az angyal szavára, és kijelenti, történjék velem szavait szerint. Máriának nyitva van a szíve, a megváltó fogadására, nyitva van a szíve
arra, hogy Isten szavát hittel hallja meg, és érdeklődve hallgatja, lásd rokonod, Erzsébet is fogant, és már a 6. hónapban van, pedig magtalannak tartják az emberek. Istennél azonban semmi sem lehetetlen. Már Erzsébet öreg. Emberi számítás szerint már túl van azon a koron, amikor fogalhatna. Ezért teszi hozzá az angyal, Istennél semmi sem lehetetlen. És Erzsébetben tudjuk, egész életén keresztül ott volt a vágyakozás, hogy gyermeknek adjon életet. Gyermeknek adjon életet, hiszen így szól a Szentírás más helyén, amikor Máriának tudtul adja, hogy neki milyen öröme volt, és Mária is elbeszéli a saját örömhírét Erzsébet számára, akkor azt mondja, az Úr elvette szégyenemet. És ebből a Szentírást kutatói következtetik, hogy Erzsébetben bizony egész életében ott élt a vágy, hogy gyermeknek adjon életet. Nyitva volt tehát Erzsébetnek a lelke Isten számára. Nyitva volt arra, hogy az életet továbbadja. És ha az örök életet adjuk tovább, akkor valóban csak postások vagyunk, Isten szavának a befogadói, és adott esetben továbbadói. És ilyen volt a boldogságos Szűz Mária. Nyitva volt a lelke, nyitva volt a szíve. Hogy ezt mit tette lehetővé, azt a hittudomány világosan tanítja, úgy hívjuk, hogy szeplőtelen fogantatás, amelynek a tartalma az, hogy a boldogságos szűz életének kezdőpontjától, a fogantatásától, egészen a mennybevételéig mentes volt mindenféle személyes bűntől, és mentes volt az áteredő bűnnek az átkától is. A második jellemzője tehát Máriának a tisztaság, lelki tisztaság, és ez az, amelyre talán még nagyobb szükségünk van ahhoz, hogy Isten szavára a lélek nyitott legyen. Isten szava ugyanis szüntelenül hangzik, meg is ismerhető a Szentírásból, de igazából akkor tudja kifejteni bennünk a hatását, hogyha a lélek az tisztán van előtte. Szükséges a léleknek a tisztasága Isten kegyelme befogadására. Szükségünk van a tisztaságra ahhoz, hogy az Isten kegyelme ki tudja fejteni bennünk a hatását. A befogadáshoz még nincs szükség tisztaságra, hiszen a bűnös is megtér. De a kegyelem hatásának a kifejtéséhez már múlhatatlanul szükséges a tisztaság. Németországban, Rajnamenti városban élt egy ügyvéd, egy igazi szabad szellem, aki büszkén vallotta, nincsen szüksége sem Istenre, sem vallásra ahhoz, hogy ezen a földön jól érezze magát. És igen gyakran gúnyolódott az egyházon, különösen az úgynevezett csuhásokon, vagyis papokon, és magán a Szent Jónásnak a szentségén. És egyszer kopogtattak az ajtaján, és legnagyobb megrökönyödésére a város plébános állt előtte. Az ügyvéd zavartan kérdezte, mivel szolgálhatok. Azért jöttem, hogy átadjak önnek 15 000 eurót. Az, hogy ön ezt az összeget most visszakapja,
az annyiszor lepocspondiázott gyónásnak köszönheti. Amire ugyanis nem képesek az önök paragrafusai és büntető törvénykönyve, sem bíró, sem fogház, arra képes a Szent Gyónás, amint látja. Ezért nagyon kérem, hogy ezentúl ne gyalázza ezt a szent intézményt, már csak következményei és hatásai miatt sem. És az ügyvéd kerek szemeket meresztett a kezébe nyomott borítékra, aztán az ajtóra is, amelyen a pap kilépett. Mintha az égből pottyant volna oda, s első pillanatban azt gondolta, gonosz tréfa lesz ez az egész, a pap nyilván csak a bolondját járatja vele. De fölbontotta a borítékot, és abban bizony valódi pénzköteg volt. Valóban ott volt 15 000 euró. Így hát nem tréfa, hanem valóság. S ő bizony végig gondolta, és rájött, ez csupán egy valaki vihette el tőle, és ezt az embert úgy látszik a gyónás vihette rá a kárnak a visszatérítésére. Ezért hát mégiscsak kell lennie valaminek ebben a gyónásban. És az ügyvéd gondolkodott, meghányta, vetette magában a dolgot, és teljesen nyugodtan, és ahogy egyre jobban gondolkozott, egyre inkább belátta, hogy mégiscsak kell legyen valami a vallásban, és kell legyen valami a Szent Gyónásban. Még akkor is, hogyha ő eddig ezt gyalázta. És egy idő után nek az ügyvédnek a szájából kikopott a szidalom, a papok és a Szent Gyónás iránt. Sőt, egyre többször lehetett látni őt a templomban, majd elérkezett az az idő is, amikor ott állt a plébánosnak a gyóntató széke előtt. Azért, hogy nagyon hosszú idő után újra elvégezze a Szent Gyónását. Isten így használt föl egy boríték pénzt egy eltévedett léleknek a megtérítésére. A szűzanyának nem volt szüksége a megtérésre, azonban nekünk földi halandóknak, bűnös embereknek mindig szükségünk van lelkünk megtisztulására. Szükségünk van a lélek tisztaságára ahhoz, hogy át tudjuk élni, amit karácsonykor az egyház ajándékozni kíván. Krisztus születésének az ünnepe, amely békével és örömmel áldja meg az ember lelkét. Kérjük a boldogságos szüzet, esjen számunkra nyitott, érdeklődő lelket Isten szándékai felé, és segítsen megtisztulnunk a Szent Gyónásban, hogy amit nekünk akar ajándékozni, az ki is tudja fejteni mindazt a hatást, amit Isten szándékozik neki adni. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat,
és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvérek, kérjük a mennyei Atyát, hogy a megváltás titkának felismerése erősítse hitünket és irányítsa cselekedeteinket. Adj erőt, Urunk, egyházadnak a hit megvallására, hogy a világ felismeri általunk a megváltás örömét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, papjaidnak apostoli buzgóságot, és erősítsd meg őket, hogy fáradhatatlanul hirdessék tanításodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Fékezd meg a háború pusztító erőit, hogy békesség szálljon az egész világra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erősítsd meg a szűzanyák közbenjárására, mindennő lelkében az anyai hivatás megbecsülését és szeretetét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg a szenvedőknek, hogy az üdvösség reményéből erőt merítve viseljék keresztjüket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható Istenünk, erősíts meg minket szent lelked által, hogy a szent szűz példája szerint mi is készségesen teljesítsük akaratodat, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy ugyanaz a Szentlélek, aki a boldogságos Szűz Mária méhét eltöltötte égi erejével, szentelje meg oltárodra helyezett áldozati adományainkat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelketek. Emeljük fel szívünket. Ölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Őt előre hirdette a próféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya, az ő közelettét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így világosságban, imádságban virrasztva, dicséretében újongva találjon minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, s velük együtt
vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre. Kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindjájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindjájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindjájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Arnold generálisunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindjájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyessen békét napjainkban,
hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében is, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Íme a szűz fogon fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el. Aki áldozik, fertőtlenítse a kezét. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Thank you.
Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, magunkhoz vettük örök megváltásunk zálogát. Kérünk, minél inkább közeledik karácsony ünnepe, annál nagyobb odaadással készüljünk Szent Fiad csodálatos születésének méltó megünneplésére, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Hirdetjük, hogy hétfőn, kedden és szerdán reggel 6-kor és délután 5-kor lesznek szentmisék, csütörtökön 24-én reggel 6 órakor lesz szentmise, és amennyiben az állam engedélyezi, lesz éjféli mise is. Ha nem, akkor értelemszerűen 25-i karácsonykor ünnepi miserend lesz, tehát péntek, szombat, vasárnap reggel 8:30, 11:17 és este 6:30 lesznek szentmisék. A Szent István szobor melletti persejbe lehet elhelyezni az adományokat a karácsonyi díszítésre. Továbbá megjelent egy CD kiadvány, amely a pálos zenei múltat dolgozza fel. Ez 4500 forintért kapható a Sekrestyében, és egy mesekönyv Boldog Özséb életéről 2500 forint az ára. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent mise véget ért, menjetek békével. Utalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, miközben járunk, visszorszólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, utasd meg minket szent fiadnak, amen. Szent Mihály Orgongyol, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig menjen is sereged vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körül járnak a világon, Isten rejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.